Ami nagyon lényeges, és amit érdemes hangsúlyozni, az mindig az, hogy mielőtt valaki a pszichés problémájára segítséget keres, mindig kell egy orvosi kivizsgálás, aki lehet a családorvos is, aki ezt a megfelelő szakemberhez irányítja, és hogy annak az eldöntésében, hogy milyen típusú segítséget találjon, tehát egyrészt, hogy gyógyszeres vagy pszichoterápiás, és a pszichoterápián belül annak az eldöntésében, hogy milyen típusú pszichoterápia legyen. Az okok mellett ebben az is szerepet játszhat ennek az eldöntésében, igazából, hogy a betegnek milyenek a preferenciái, mit szeretne inkább, milyenek a lehetőségei, milyen a személyisége, melyikre mennyiben alkalmas. Jó, nagyon sokféle pszichés probléma van, ezeknek az egyik része olyasmi, ami konkrétan lelki betegség, a másik része pedig csak valamilyen aktuális krízis, valamilyen aktuális megoldandó probléma miatt okoz szenvedést. Tehát a legelső probléma annak eldöntése, hogy itt valamiféle betegségről van szó, amikor pszichiáterhez vagy klinikai pszichológushoz kell fordulni, a másik lehetőség pedig az, hogy csak valami átmeneti probléma van, aminek a megoldásában segítségre van szükség. Ebben az esetben inkább a tanácsadó pszichológusok azok, akik segíthetnek. Igazából elég nehéz annak az eldöntése, hogyha valamilyen lelki betegségről van szó, akkor ez milyen szakember segítségét igényli. A pszichiáterek, ők azok, akik gyógyszeres kezelést alkalmaznak minden esetben. Gyógyszeres kezelés mellett egyébként tudnak pszichoterápiákat is végezni. De igazából a pszichoterápiák nagyobb részét a pszichológusok, és azon belül is a klinikai szakpszichológusok végzik. Részben ezért is alapvető egyébként, hogy a pszichoterápiában először egy orvosi kivizsgálás szükséges. Tehát a betegnek, hogyha úgy érzi, hogy olyan jellegű problémája van, ami már betegség, tehát ő szenved tőle, vagy a családja szenved tőle, akkor a legelső és legkönnyebb lépés az, hogyha elmegy a családorvosához, a háziorvosához, aki segítséget nyújt neki annak az eldöntésében, hogy itt valóban betegségről van-e szó. És a másik, ami nagyon fontos, hogy megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberhez kell fordulni, hogyha valóban pszichoterápiára van szükség, tehát hogy vagy pszichiáter pszichoterapeutához, vagy pedig klinikai szakpszichológus pszichoterapeutához.